Nehéz ezt kitalálni, mert ez a szallagavató egy különleges műfaj. Egy különleges nap, ami múltat, jelent, jövőt köt össze. Azt kérem, hogy játszunk már egyet együtt. Még nem utoljára, de kezdjük el azt a folyamatot, amikor már lassan mondjuk, hogy ez is utoljára lesz, meg az is utoljára lesz. Csukjátok be a szemeteket. Menni fog? Gondoljatok arra napra, amikor fölvételiztetek, amikor először voltatok a... Ha jól emlékszem, az ások még a hetényiben. A bések már a nemes nagyban. Látjátok magatokat? Nem én nevetek. Pörgessük egy kicsit ezt az időt. Gondoljatok vissza, mondjuk az első bukfencre, ilyen negatív bukfencre, tehát egyesre, fegyelmire, lógásra. Volt ilyen? Akkor most jöjjön valami nagy sikerélmény. Látjátok? Annyi minden lehet, annyi minden volt. Tanulás, verseny, országos, nemzetközi sikerek, szerelem, barátság. Ezek nagy szavak, de szerintem most látjátok magatok előtt, hogy ezek igenis megvoltak. No, még egy gyors kör. Fussatok egy nagyot az időben. És most lássátok magatokat olyan idősnek, mint most a szüleitek. Lehet, hogy már gyerekek is vannak ott körülöttetek. Lehet, hogy hasonlítanak rátok. Nem tudom, ki van ott mellettetek, drukkolok, hogy ketten legyetek. Mármint a gyerekeken kívül. Valószínűleg túl vagytok már OKS szakmákon, egyetemi diplomákon, gyerekszülésen, gyereknemzésen. Na, ez ugyanúgy meg lesz, mint ahogy az előző kör meg volt. És most nyissátok ki a szemeteket. Hát ez a nap a gyúpontja ennek a távlatnak, a múltnak és a jövőnek valami furcsa találkozási lehetősége. Amikor itt vagytok előttem, és én még látom bennetek, azt a kislányt, azt a kisfiút, akik ide jöttetek, és elárulom nektek, az ásokkal mi együtt jöttünk. Úgyhogy én ugyanolyan kisfiú voltam akkor. Tehát mi együtt húztuk végig ezt az 5 évet. Még nem teljesen 5 évet. De már azt is látom, hogy hát biológiailag igencsak érettek vagytok. Az persze teljesen evidens, hogy gyönyörűek vagytok. Még a fiúk is. De hát a lányokról aztán nem is beszélve, ugyan, kedves anyukák, nem tudom, ez most a válság, tartozik-e, hogy anyagra nem nagyon volt pénz. Hát ez is hozzátartozik, hogy bizony lassan nem gyerekként lépnek fel a színpadra, hanem nőként. De ehhez még hátra van valami. A szalagtűzés, most már több évszázados magyarországi hagyománya, valami folyamatnak az indulását jelzi, nem a lezárását. A lezárás az a ballagás szokott lenni, és még azután is van valami. Megvan a naptár. Tehát elindul valami, amit érési folyamatnak hívunk, és aztán ez valóban egy olyan érettségi zár, ahol már nem csak a külcsin van meg, hanem remélhetőleg mindenkinek a belbecs is. Azt kívánom, hogy ez a folyamat nagyon-nagyon koncentrált, felelősségteljes legyen. Természetesen nem gyomorgörcsöket, szorongásokat kívánok, hanem fegyelmezett odafigyelést arra, hogy most mi a dolgunk a következőkben. Azt mondta a kolléganőm, amikor mondtam, hogy erről beszélni akarok, hogy ez ünneprontó. Attól még itt van, hogy ezzel most gyakorlatilag lezárul a nagy lazaság, táncpróbák órákon, ez az, hanem most már tényleg a tételkidolgozások jönnek, és utána pedig a ballagást követően
egy nagyon sikeres érettségi, amihez most én tényleg igazi nagy sikert kívánok mindannyiótoknak. Hogy zárjam a beszédem? Azt hiszem, itt a piramis az a szülők dala volt, ugye? Akkor én most a nagymamáknak, bennetek, azt a kislányt, azt a kisfiút, akik idejöttetek, és elárul apáknak is, hadd köszönjem meg, három szóval, és egy kicsit ehhez az időutazáshoz kötődve, szerintem ők emlékeznek még a Tavasz 17 pillanata című tévésorozatra, Stirlitz kapitány, hogy hívták. És ő azt, ott az elején azt énekelték, hogy az idő soha-soha meg nem áll, az évek róják szüntelenül útjukat, és most abba hagyom, mert én nem tudok úgy énekelni, mint ti, csak azt kívánom, hogy ezen az úton nagyon-nagyon sikeresen menjetek végig. Áldozatos közösségi munkájáért Balassi Andrásnak. Felkérem az igazgató urat, tűzze fel Rappai Magdalenát. A többieknek az osztály felül tűzik fel a szavak. Hula be a tűz! Kertész Jennifer. Először Székely Annának. És Visnyei Jankának. Valamint az igazgató úr feltűzi az osztályfőnöknek is a szalagot.